Minden év július 1-e a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából a Pándi Kálmán kórházban is megemlékeztek az anyák megmentőjéről. Amint az a köszöntőben elhangzott, bár az egészségügyi dolgozók munkáját jobban meg kellene becsülni, legalább ezen az egy napon tudjuk ünnepelni az ágazatban hivatást teljesítőket. Semmelweis Ignác máig példaképe lehet mindazoknak, akik nap mint nap tesznek embertársaik gyógyulásáért. Általában a nagy embereket életükben soha nem ismerik el. Semmelweis ugye az anyák megmentője, a klórvizes kézmosás feltalálója, a gyermekágyiláz megelőzője. A világon az ő tevékenységét mindenki elismeri, és én úgy gondolom, hogy róla nevezték el az egészségügy új tervét, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon méltó alkalom arra, hogy közösen tudjunk egy kicsit ünnepelni, néha meg kell állni. Hát most is teltházzal ünnepelhettük meg kitüntetett, előléptetett munkatársainkat. Az ünnepségen hagyományosan elismeréseket is átadtak az arra érdemeseknek. Kórházért kitüntető címben részesült dr. Molnár Béla, egységvezető főorvos, Laczóné Bálint Tibolya vezető asszisztens, aki személyesen nem tudott jelen lenni, és Hegedűs József műszerész. Enszabados díjban pedig Király Józsefné könyvelő részesült. Főigazgató főorvosi dicséretet kapott dr. Hajdara Ildikó főorvos, dr. Seres Ábel szakorvos, ápolási igazgatói dicséretet vehetett át Kádár Tamásné asszisztens, Kis Jánosné asszisztens, Luda Mészáros Éva vezetőápoló, valamint Sipos Kornél vezetőápoló. Gazdasági igazgatói dicséretet érdemelt ki Nádasdi László helyettes osztályvezető. Az elismerések mellett kinevezéseket is átadtak, így főorvosi kinevezésben részesült dr. Virágos Kis Katalin, dr. Zátonyi Adél, dr. Abdul Rahman Abdulra és dr. Báhegyi Róbert. Adjunktusi kinevezését vehette át dr. Lakatos Piroska, dr. Orvos Gábor, dr. Szaniszló István. A kórházért kitüntetésben részesül dr. Molnár Béla azért is tartja nagy megtiszteltetésnek az elismerést, mert az elmúlt évtizedekben sokat tett azért, hogy az irányítása alá tartozó szeghalmi részleg jó színvonalon tudjon működni. Rengeteg szűrést próbáltunk úgy meghonosítani, olyan szintű gazdálkodásokat próbáltunk csinálni, ami az előző évek negatív gazdálkodásait végül nullszaldóra tudta vinni. Ez ilyen szempontból példaértékű környező megyékhez viszonyítva. Tanultak belőle Szolnok megyéből, Heves megyéből, jöttek más kórházakból tanulmányozni a mi szervezési, egyáltalán pénzügyi költségvetési dolgainkat, de nem lehet megállni azzal, hogy most azt mondom, hogy kész, oké, mert igen, vannak fejlődési lehetőségek. Az Enszabados díjat átvevő Király Józsefné nagyon meglepődött az elismerésen, de nagy megtiszteltetésnek tartja, és szerényen csak úgy fogalmazott, a munkáját végezte. A kollégáknak, főnökömnek köszönhetem, igazgatórnak, tehát végül is úgy, hogy gondolom, hogy lassan már nyugdíj előtt állok, és gondolom, hogy ezzel próbálják a munkámat elismerni. Az ünnepség végén a többszörös véradókat is köszöntötték, akik között olyan is volt, aki már 60-szoros véradónak mondhatja magát.